Újvidéken a Magyar Szó székházában megtartott tisztújító közgyűlésen beszámoltak az elmúlt 4 év munkájáról, majd a jelenlévők megválasztották az elnökség tagjait. Amire én nagyon büszke vagyok, tehát ami az én 8 éves mandátumom alatt történt, az a riporttáboraink, tehát hogy volt 3 riporttáborunk, és a 2 riportkönyv, amit föl tudunk mutatni, és hát az, hogy a Kárpát-medencei magyar újságíró kollégákkal kiváló kapcsolatot sikerült kiépíteni, és ezt bármikor eredményként tudjuk fölmutatni. A vezetőség tagjainak továbbra is az a céljuk, hogy minél több vajdasági magyar újságíró tömörítsenek az egyesületbe, és szorosabbá tegyék a hasonló szervezetekkel az együttműködést. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete, mint minden szakmai egyesület, elsősorban a kollégák, a szakmabeliek, szakmai továbbképzését szeretné elősegíteni, szeretné azt elérni, eddig is azt tette, hogy egy közösséghez tartozzanak egy olyan egyesülethez, amelyik az újságírás területén, az elektronikus médiában és az írott médiában is tesz valamit annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat ebben a szakmában, hogy esetleg hivatásnak tekintsük, és azt is szeretné elérni, hogy ismeretségi körével, a Kárpát-medencei újságírókkal is tarthassuk a kapcsolatot. A közgyűlés után üléseztek az új elnökség tagjai, és megválasztották az egyesület elnökét, alelnökeit és titkárát.